Üdvözöllek egy újabb kifutóépítéses állatbemutató. A mai napon újra hideg környéken levő Kolári Lappi állatkertben fogok építeni egy üvegházat a bemutatandó állatunknak, amelyik emberszabású főemlős. Méghozzá az, amelyiket a tudósok utolsónak fedeztek fel. A bonobó felfedezésének története egy belga múzeumban kezdődött 1929-ben, és eleinte a közönséges csimpánz alfajának gondolták, emiatt törpe csimpánznak nevezték el. Pontosabban először 1928-ban ismerte fel külön taxonként Ernst Schwarz, német zoológus, emlőskutató és herpetológus egy a belgiumi Tervurem múzeumban található koponya alapján, amelyet korábban fiatal csimpánzénak gondoltak. Schwarz csak 1929-ben tette közzé megállapításait, és törpecsimpánz néven a bonobót a csimpánz alfajai közé sorolta Pan Satyrus paniscus néven. Külön fai státuszra Pan Paniscus néven a Természetvédelmi Világszövetség és a Természetvédelmi Világalap alapítója Harold Jefferson Coolidge Jr. amerikai zoológus emelte 1933-ban. Így lett a pán, azaz a csimpánz nem két fajából a közönséges csimpánz mellett a másik faj, és míg a közönséges csimpánzokat négy alfajba sorolják, a bonobónak nincs alfaja. A bonobók és a csimpánzok közötti főbb viselkedésbeli különbségeket az 1950-es évek elején részletezte először a Salzburgi Haus der Natur alapítója Eduard Paul Tratz, osztrák zoológus, és a berlini állatkert igazgatója Lutz Heck, német zoológus, író és kutató. Ők ajánlották a bonobo nevet is a fajnak, amely feltehetően a Kongó folyó melletti Bolobo városából származó szállítóládán lévő elírásból származik, amely közel van ahhoz a helyhez, ahonnan az első bonobo példányokat befogták az 1920-as években. Ezektől függetlenül még a külön fajányilvánításuk előtt Robert Jerks, amerikai pszichológus és főemlős kutató is jegyzett fel viselkedés különbségeket a bonobók és a csimpánzok között. A George Washington Egyetem kutatói 2017-ben publikáltak egy tanulmányt, miszerint a bonobók a közönséges csimpánzoktól nagyjából 2-2,5 millió évvel ezelőtt váltak külön, az embertől pedig állítólag nagyjából 8 millió évvel ezelőtt, így ezt a két fajt tartják a Homo sapiens legközelebbi rokonának. Bonobók szabadon manapság már csak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Kongó medence 500 ezer négyzetkilométeres térségében élnek. Azon belül is főként a 36 ezer négyzetkilométeres Salonga Nemzeti Parkban. Míg a közönséges csimpánzok a Kongó folyó északi oldalán élnek, addig a bonobók a folyó déli oldalán. Súlyuk és magasságuk enyhén különbözik a közönséges csimpánzokétól. A bonobók enyhén kisebbek és karcsúbbak, és viszonylag hosszú végtagjaik vannak. Fejük kisebb, ajkaik rózsaszínebbek, arcuk sötétebb, felnőtt korig farokcsomójuk van, és a fejükön hosszabb, szétválasztott hajuk van. Valószínűleg más fodrászhoz járnak. Egyes egyedeknek ritkább és vékonyabb szőrzetük is lehet. Alapjában véve elmondható, hogy nagyjából egyforma méretűek, viszont a csimpánzok között akadnak nagyobbra növő hímek is. Fajon belül pedig a bonobóknál ugyancsak enyhén nagyobbak a hímek, mint a nőstények. Mégis matriarchális csoportokban élnek, azaz a nőstények vezetik a csapatokat. A hímek testsúlya 34 és 65 kg között változik, ahol a hímek átlagosan 45 kilósak, míg a nőstények átlagosan csak 33 kilósak. Marmagasságuk 4 lábon állva 70 és 83 cm közötti, két lábon viszont 110-120 cm között van a magasságuk. Vegyesen földi és fákon élő életmódjuk van, és a vadonban a földön való járásnak csak 1%-át teszi ki a két lábon való járás, azon kívül négy lábon járnak ökölbeszorított mancsal.
Nappal kisebb csapatokban portyáznak élelemgyűjtés miatt, de sötétedéskor összegyűlnek és a fákon, közösen épített fészkekben éjszakáznak. Az éjszakára összegyűlt csapatok lehetnek akár 100 fősek is, vegyesen nőstények, hímek és kölykök. Más főemlősöktől eltérően, mint említettem, matriarchális közösségekben élnek, ahol a nőstények vezetik a csapatokat, és a hímek között ezen nőstények fiai tartanak rendet. A főemlősök között az ember után ez a faj kommunikál vokálisan a legtöbbet. Azon kívül kommunikációja magába foglalja az arcmimikát és a mutogatást is. A bonobók mindenevők. Táplálékuk főleg növényekből áll, 57%-ban gyümölcsből. Ezt egészítik ki levelekkel, mézzel, tojással, kisebb gerincesekkel, mint például a mókusfélék vagy a bóbitás antilopfélék. És egy újonnan felfedezett szarvasgomba félét, a Hysterangium bonobót is eszik, amit emiatt e fajról neveztek el. Ellentétben a régebben hitt táplálkozási szokásaikkal, miszerint a bonobók békésebbek ebből a szempontból is, mint a csimpánzok, újabb kutatások szerint róluk is kimutatták, hogy egyes esetekben alacsonyabb rendű főemlősöket is fogyasztanak. Sőt, mi több, egy 2008-beli esetben bizonyítottan írtak le, hogy is fogalmazok, nekrocsecsemő kanibalizmust. És 2016-ban két másik hasonló esetről is beszámoltak, azoknál viszont nem ismert a nekrofág részlet. Szerszámokat használnak, és láttak már bonobókat, amint a fogaikkal lándzsát faragtak maguknak a vadászathoz. A holland főemlős kutató és etológus Frans de Waal megállapításai szerint a bonobók képesek altruizmusra, együttérzésre, empátiára, kedvességre, türelemre és érzékenységre, de egyesek ezzel vitatkoznak, mivel de Waal fogságban figyelte meg a bonobókat, nem pedig a vadonban, ahol a megfigyelések azt mutatják, hogy a bonobók agresszivitása megközelíti a csimpánzokét. Erről viszont olvashattok egy cikket a planetzoo.hu weboldalon Pajor Krisztián által, miszerint egy vadonban megfigyelt és lefotózott bonobó empatikus viselkedést mutatott egy amúgy tápláléknak szolgáló mongúzzal szemben. Simogatta, majd szabadon engedte zsákmányát. Ezek után rögtön eszembe jut egy nemrég a gyerekekkel meglátogatott koncert, ahol az Iszkiri zenekar énekelte a Vegaraga dalát. Ó, a Vegaraga! A dzsungelben mindenki járja. Ó, a Vegaraga, előre, aztán hátra, ha-ha-ha. Na, Iszkiri vissza a bonobóhoz. A lényeg, hogy egy másik 2014-es kutatás is azt bizonyítja, hogy a bonobók kevésbé agresszívak, mint a csimpánzok. A bonobóknak nincs meghatározott területük, és a csoportjaik széles körben portyáznak. Habár a hím-nőstény kapcsolatban a hím a domináns, a nőstényt nem erővel és agresszivitással nyeri meg magának, hanem udvarlással és ajándékozással. Ettől függetlenül a csoportokat nők irányítják, és a hímek státusza az anyjuk státuszától függ. A hierarchia tetején egy magas rangú nőstényekből és hímekből álló csoport áll, de ennek az élén általában egy idős, tapasztalt nőstény van, ő a csoport végső vezetője és döntéshozója. A nőstények a magasabb pozíciókat általában tapasztalattal, életkorral és a szövetségek kötésével érik el, és amikor egy újabb nőstény csatlakozik a csoporthoz, akkor ezek a magas rangúak védik meg a hímek zaklatásától. A vezető csapatban lévő hímek megelőzhetik rangban ugyanúgy a csapat többi hímjét, mint a nem domináns nőstényeket is. Feladatuk a csapatok koordinálása, figyelmeztetése és védelme a ragadozóktól, mint például a pitonok és a leopárdok. Amikor két bonobó csapat találkozik, nem viselkednek egymással agresszívan, hanem inkább a teljes csapat szexuális örömöt szerez egymásnak. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az agresszív viselkedéstől eltérően nem csak magukat, de egymást is jól érzik. Hímek és nőstények között ritkán kerül sor agresszivitásra, a hímek pedig toleránsak a fiatalokkal szemben. Ételüket megosztják egymással, még az idegen bonobókkal is.
A hímek hosszantartó barátságot kötnek a nőstényekkel, a nőstény bonobok pedig előszeretettel társulnak olyan hímekhez és párosodnak velük, akik tisztelettudók és engedelmesek körülöttük. Az ilyen szövetségek segítenek a nőstényeknek távol tartani a nem kívánatosabb hímeket is. A bonobók életük során megőrzik a fiatalkori fizikai jellemzőiket és viselkedésüket, ami valószínűleg nagymértékben gátolja az agressziót, és lehetővé teszi az egymásnak ismeretlen bonobók számára, hogy szabadon szocializálódjanak egymással. Az öregedő bonobók elvesztik játékos hajlamukat, és idős korukra észrevehetően ingerlékenyebbek lesznek. Ez mindkét nemre egyaránt érvényes. Míg sok fajnál a fiatal hímek új közösséget keresnek maguknak, amint elérték az ivarérettséget, a bonobók esetében a fiatal nőstények távoznak felnőtté válásuk idején, hogy más csoporthoz csatlakozzanak, így kerülve el a beltenyészetet. Erre lehet ellenpélda is, abban az esetben, ha egy fiatal nőstény kapcsolata az anyjával nagyon erős. Szövetségeket és akár vegyes barátságokat kötnek egymással, beleértve több nemű vadászcsapatokat is. Egy megfigyelés szerint egyszer egy hím bonobó örökbe fogadta az elárvult kisöccsét. Azt is megfigyelték, hogy a nőstény bonobók közösségükön kívülről származó csecsemőket nevelnek, vagyis az elárvultakat is felnevelik. A bonobó anyák támogatják felnőtt fiúkat más hímekkel való konfliktusokban, és segítik őket más nőstényekkel való jobb kapcsolatok kialakításában, növelve az unokák esélyét, sőt akár fizikailag is beavatkoznak, hogy megakadályozzanak más hímeket attól, hogy a kiválasztott menyükkel párosodjanak. Bár amint említettem, a hímek státuszát az anyjuk státusza határozza meg, megtörténhet, hogy anyátlan hímek feléjük kerüljenek a ranglétrán. A nőstény bonobok szertelen párzási viselkedése miatt a hímek nem lehetnek biztosak abban, hogy melyik utód az övék, emiatt a szülői gondoskodás teljes mértékben az anyák vállalják. A különböző bonobó közösségek más-más zsákmányt részesítenek előnyben. Egyes csapatokban kizárólag a nőstények vadásznak és előnyben részesítik a rágcsálókat, de van olyan, ahol mindkét nem vadászik és kedvenceik a majmok. Fogságban élő nőstények szövetségeket kötnek kedvenc táplálékuk megszerzése érdekében, és sok esetben egy a figyelmeztetés ellenére sem hátráló hímet akár meg is csonkítanak emiatt. Vadon élő nőstény bonobok viszont csendben és barátságosan kérik el a kedvenc ennivalójukat a hímektől, ahelyett, hogy erőszakkal elkoboznák. A szexuális tevékenység általában fontos szerepet játszik a bonobó társadalomban. Egyes tudósok szerint üdvözlésként, társadalmi kötelékek kialakításának eszközeként, konfliktus megoldásként és konfliktus utáni megbékélésként is használják. Ez az egyetlen faj az emberen kívül, ahol megfigyelték a csók esetén a nyelv használatát is, és amely szemtől szembe párosodik. Habár az utóbbi esetében egyszer egy nyugati gorillapárt is lencse végre kaptak így. Amikor a bonobók új táplálékforráshoz jutnak, a megnövekedett izgalom általában közösségi örömszerzési tevékenységhez vezet. Ez valószínűleg csökkenti a feszültséget és elősegíti a békés táplálkozást. Nincsenek állandó monogám kapcsolatok és nem tesznek különbséget életkor alapján, de kerülik a beltenyészetet. Az ivarérettséget 13 és 15 éves koruk körül érik el, a nőstények elvileg korábban, de valójában nem szülnek 13-14 éves koruk előtt. Szaporodási arányuk viszont nem haladja meg a közönséges csimpánzét, viszont az ivarzási periódusok hosszabbak. A vemhesség átlagosan 240 nap. A szülés után a menstruáció hiánya szinte egy évig tart. Egy év után újra jelentkeznek nála az ivarzás jelei, de ettől függetlenül ilyenkor még nem szaporodóképes. Átlagosan 4 évig hordják és szoptatják a kicsiket, és átlagosan 4,5 évente szülnek.
Szülés után nem sokkal visszakapcsolódnak a csapat örömszerzési tevékenységébe. A bonobok élettartama fogságban 40 év körül van. A vadonban nem ismert, de valószínűsítik, hogy ennél kevesebb. Bár a bonobok békésebbek, mint a csimpánzok, nem igaz, hogy nem agresszívak. A vadonban a hím bonobok fele olyan agresszívak, mint a hím csimpánzok, de a nőstény bonobok agresszívabbak, mint a nőstény csimpánzok. Azt mondják, hogy mind a bonobok, mind a csimpánzok több mint 100-szor gyakrabban folyamodnak fizikai agresszióhoz, mint az emberek. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a bonobó a veszélyeztetett kategóriában van, mivel élőhelyei fogyatkoznak, és a húsa miatti vadászata a polgárháborús időkben nagyon lecsökkentette az állományt. Számukat jelenleg 30 ezer és 50 ezer közöttire becsülik. Manapság olyan kevesen maradtak, hogy egymástól teljesen elkülönült közösségekben élnek, és ez már a faj fennmaradását veszélyezteti, mivel a nőstények nem tudnak új csoportba átvándorolni, így nő a beltenyészet esélye is. Mivel a bonobók élőhelye sok emberrel közös, a védelmi erőfeszítések végső sikere továbbra is a helyi és a közösség részvételén múlik. Erős a helyi és széleskörű a kongói ellenállás a nemzeti parkok létrehozásával szemben, mivel az őslakos emberi közösségeket korábban a parkok kialakítása űzte ki erdei otthonaikból. A Salonga Nemzeti Parkban, amely az egyetlen nemzeti park a bonobok élőhelyén, 2000 óta végzett felmérések szerint a bonobót, az afrikai erdei elefántot, az okapit és más ritka fajokat orvadászok és a virágzó bozót hús kereskedelem pusztították el. Ezzel szemben léteznek olyan területek, ahol a bonobók és az ökológiai, biológiai sokféleség még mindig virágzik, minden meghatározott parkhatár nélkül, a bonobók és más állatok megölésével szembeni benszülött hiedelmek miatt. A csimpánzok és bonobók közötti hibridizáció nem lehetséges a vadonban, mivel nem ugyanazokon az élőhelyeken élnek. Fogságban viszont 1990 és 1992 között feljegyeztek 5 hibrid terhességet, egy hím bonobó és 2 nőstény csimpánz között. Az 5-ből 2 sikertelen volt, 3 esetben viszont bonobó csimpánz hibrid született. Érdekességképp a Great Ape Trust 2 bonobóját, Kanzit és Pambanisát megtanították arra, hogyan kommunikáljanak egy lexigramokkal, vagyis geometriai szimbólumokkal ellátott billentyűzetet használva, és képesek reagálni a kimondott mondatokra. Kanzi szókincse több mint 500 angol szóból áll, és körülbelül 3000 beszélt angol szót ért meg. Kanzit megfigyelték, hogy az anyát tanítani próbáló emberek megfigyelésével tanult, és elkezdte végezni azokat a feladatokat, amelyeket az anyának tanítottak, és amelyek közül néhányat az anya nem tudott megtanulni. Ugyanakkor kőszerszámok használatára is tanították, ezeket viszont nem úgy használta, mint az emberek. Egy másik érdekesség, hogy a bonobok képesek örömöt érezni és nevetni is. Egy tanulmány szerint csiklandozott bonobók az emberhez képest magasabb frekvencián nevettek, de a nevetésük az emberi csecsemők spektrográfiai mintájához hasonlított. Sajnos állatkertben ritka fajnak számít, Magyarországon nem is láthatunk bonobót. Ha tetszett a videó, nyomd meg a lájkot! Ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted! És nézd meg a többi állatbemutató videót is. Csatlakozz a Discordhoz, hogy beszélgessünk egymással. Olvas érdekességeket a planetzoo.hu oldalon, és mindig szavazz a következő állatra. Most már azokról is tartok szavazást, amelyeket angolul mutatok be. Kövesd a bejegyzéseimet is, és készülj a tagságra. Köszönöm, hogy megnézted! Legyen szép napod!